Sziasztok, itt vagyunk a Fonogram díjátadon, és Vásári Andrét kaptuk éppen el. Mi újság van veled mostanában? Nemrég ért véget egy nagy koncertem, pontosabban nemrég adta le az egyik közszolgálati televízió. Egy nagyszabású komoly zenei koncertem volt. Ez nagyon-nagyon jól sikerült, és ennek úgy néz ki, hogy lesz folytatása is. Úgyhogy koncertezem, és készülünk az új albummal, ami valószínűleg szeptember és október környékén fog megjelenni. Milyen stílusú lesz ez a lemez? Ez a lemez most könnyedebb vonal lesz, tehát nem komoly zene, de azért a tőlem megszokott stílustól nem fogok elrugaszkodni. Ez azt jelenti, hogy crossoveres lesz, nagy ívű dalok lesznek, és ez egy feldolgozás lemez lesz, tehát ismert dalok lesznek rajta. Mondjuk, ha mostanában megnézzük a lemezeladást, illetve a hazai lemezpiacot, akkor ugye a CD-ket szép lassan bevonják, nem lesz. Te hogyan viszonyulsz ehhez a dologhoz, mint mondod, hogy lemezzel készülsz, gondolom, akkor nagy lemez lesz, de akkor mégis ez hogy áll össze? Ez nagyon érdekes, nekem eddig 3 lemezem jelent meg, egy a tehetségkutató előtt, és 2 azóta, és mind a 3 lemezem aranylemez lett, és az egyik platina. És ez azért érdekes, mert a médiában ennek semmilyen visszhangja nem volt, pedig ez egy elég nagy dolog, azt gondolom, pontosan, hogy te is említetted, azért, mert nagyon nehéz ma már rábírni az embereket arra, hogy vegyék meg a CD-t. Ami nekem kicsit előny, hogy az én közönségem az nem a letöltős közönség, hanem az én közönségem inkább a 20-tól felfelé közönség, és talán ezért lehet az, hogy ők inkább megveszik ezt az albumot, és ez nekem nagyon megtisztelő, és ennek nagyon örülök. Én ezért is csinálok albumot. Ez a könnyűzenei vonal, illetve a klasszikus vonal közti ingadozás nem okoz nehézséget, vagy könnyen át tudsz állni? Hát az a könnyűzenei vonal, amit én csinálok, ugye az a crossover, tehát a komoly zenének és a könnyűzenének egy ötvözete. Tehát ez nem egy kifejezett könnyűzene, ha mondjuk a Time to Say Goodbye-ra gondolsz, vagy a Volt egyszer egy vadnyugatra, akkor könnyűzene, de mégis inkább egy klasszikusabb változata. Úgyhogy nem okoz gondot, sőt inkább néha jól esik egy kicsit a könnyedebb műfaj felé nyitni, hiszen azért én klasszikus operaénekes lennék vagyok. Na hát akkor sok sikert kívánok neked az új lemezhez, és hát azért maradj meg jó szokásodhoz, hogy kézben fogható CD-t adsz ki. Köszönöm. Úgy lesz, köszönöm szépen. Tudom, most el akarod nyomni, mert vége a videónak, igaz? Pedig most jön a lényeg. Legyenek neked is sztárfotóid. www.kaszásbence.hu www.objektívfotó.hu. Szeretnél még többet látni? Akarsz értesülni a legfrissebb újdonságokról? Kövess minket a Facebookon is! Médiapartnerünk